szállatokat hol ér? Érdékenységek mindig érnek, mert félkodok meg a kamerész. Jó? Az idei év szeptemberétől már új helyen nyitotta meg kapuit a Tolna megyei szakképzési centrum Perzselmor Technikum és Kollégium. Az épületben többek között egy konyha, valamint más modern felszerelések is várják a tanulókat. Az intézmény képzési kínálata rendkívül sokrétű, hiszen egyaránt magába foglalja a technikumot és a szakképző iskolát is, melyekben bárki megtalálhatja a számára megfelelő oktatást. Az képzési kínálatunk azt gondolom nagyon széles körű. Magába foglalja a technikumi képzést, amit 5 évet jelent, itt ugye érettségi és egy szakképesítést tudnak a tanulók megszerezni, és magába foglalja a szakképző iskolát, ami elsősorban egy szakirányú végzettséget foglal magába. Rengeteg ágazatunk van, én azt gondolom igyekszünk megtalálni mindenkinek a megfelelőt. Nagyon népszerűek is vannak, és vannak olyanok is, azt gondolom, ami elsősorban kétkezi munkához kötetek, de vannak olyanok is, ami inkább szellemi tevékenység, tehát mindenkinek találunk fiús, lányos szakmákat is kínálunk, tehát mindenkinek találunk valamit. A szakirányok népszerűségének köszönhetően folyamatosan emelkedik az iskolában jelentkező tanulók száma. A legfőbb cél, hogy egy szakma elsajátítását követően minél előbb megjelenhessenek a munkaerőpiacon. Az új képzések mellett a hagyományos szakmák is mind a mai napig népszerűek. Cigler Terész szerint a Paks 2 beruházás is szintén nagy hatással van a diákok választására, hiszen a szükséges szakmák elsajátítását követően akár egy elhelyezkedési perspektíva is lehet. Ilyen például az épületgépészet képzés is. Az utóbbi 2 évben a duális szakképzésben bekövetkező változásoknak köszönhetően azért sokkal többen motiváltak, hogy megjelenjenek a munkaerőpiacon minél előbb, és egy versenyképes szakképesítést tanuljanak. Nagyon népszerű például az informatika és a távközlés, vagy az épületgépészet, vagy a faipar, de azt gondolom, hogy a hagyományos területek, ami régóta is ami profilunkban benne volt, például a gazdálkodás és menedzsment, az manapság is ugyanilyen népszerű lesz, hiszen pénz mindig lesz, mindig foglalkozunk bankügyletekkel. A manapság az épületgépészet az, főleg itt, hogy a Paks és a régiója az erőteljesen ebbe a területben fejlesztéseket kezdeményez, itt nem tudunk elég utánpótlás, de azt gondolom az informatika is most egyre erősebb, hiszen majdnem minden más számítógép vezérelt is bizonyos szinten már elvárják, hogy ez a tudás is hozzátartozon a mindennapokhoz. Az intézményben a magasabb minőségű oktatásért további fejlesztéseken is dolgoznak, és reményeik szerint évről évre egyre több új diákot köszönhetnek majd az iskolában.